Na, szia! Üdv az új videóban! Ez a novemberi vásárlásról, illetve a novemberi eredményekről szól. Megnézzük, hogy hogy állunk, mit vettünk, mire szavaztatok, stb. Ha nem tudod, miről van szó, akkor javaslom, hogy gyere be a Facebook csoportba, és itt van egy jó kis posztról, ez még valamikor tavaly januárban, 22. januárjában gondoltam egyet, és úgy voltam, hogy bedobok egy kis pénzt a közösbe, és csinálunk belőle egy kis szavazást, és megnézzük, hogy ti mire szavaztok, miket kéne venni, ezt egy ilyen játéknak gondoltam, megint elfelejtettem, nem befektetés tanácsadás, az, hogy én vagy mi miket veszünk, az legfeljebb ilyen ötletelésnek jó. Természetesen nem javaslom, hogy vedd meg ugyanazt, amit mi vettünk, de arról szól a játék, hogy minden hónapban kiírok egy szavazást, hogy ki mit venne, mit javasol, mi az, ami szerinte alulárazott, mi belátja a jövőt, tuti meggazdagodás gyors és titkos receptjét, ez mind vicc volt természetesen. De kíváncsi vagyok a véleményekre, és akkor megveszem azt $1000, illetve ugye, hogy lehessen mihez mérni, minden hónapban megveszek mindig egy darab S&P 500 ETF-et, amit úgy általában is szoktam mondani, ugye javasolni nem lehet, de talán ezzel járnak a legtöbben, a legjobban, főleg, hogyha nem akarják magukat beleásni a részvénykiválasztás bugyraiba, és nem akarnak 100 embert követni, és a információ áramba belefulladni. Meg egyébként még ha azt is teszi, se biztos, hogy nagyon jól fog járni, ugye én is nagyon sok más youtubert követek, aztán nézegetjük a idei mínuszos eredményeket, aztán majd mindjárt megmutatom én is, hogy hogy áll a mi számlánk. Az e-havi szavazáson nagyon sok részvényre szavaztatok, nézzétek meg, hát nem csak Bitcoin, meg Coca-Cola, ugye amit vettem végül is a végén, volt itt minden érdekes, Global Clean Energy RTF egyébként, ő lett ugye a harmadik, még mindig sokan volt Estée Lauder. Ezek érték alapon alulárazott részvények, és ezért nagyon sokan szavaztatok, bátorítalak titeket, szavazatok nyugodtan, aztán ha a tömeg azt szavazol, akkor azt fogom venni. Amazon és a többi. Volt itt Medical Properties, Realty Income-ból is elég sok volt, úgyhogy jó kis Volkswagen, Louis Vuitton, volt itt minden érdekesség. Úgyhogy több mint 300 szavazat érkezett, és ez alapján, mivel most nem volt egy kiemelkedő, hanem ez a kettő egész jól egymás mellett ment, ezért Bitcoint vettem 60%-ban, és Coca-Colát 40%-ban próbáltam így nagyjából a szavazat megosztás arányában vásárolni. Úgyhogy nézzük meg, azt mondja, hogy számla egyenleg 2022-es TBS számla, ugye ide vásárolgatok erre a számlára, amiket ti szavaztok. Most már 13 milliónál, én nem látom ilyenkor a saját képemet, de remélem, hogy ez nem takarja ki, de ez itt 13 milliónál ez a számla. És akkor a 13-ból ugye lett egy darab S&P 500 miatt 14, ezt vettem pénteken, érdekes módon még mindig elszámolás alatt van, pedig most már hétfő reggel van. A Coca-Cola a másik részvény, ugye, amit most vettünk, 7 darabot, és 56,7, hát mondjuk $8, és így lett az összértéke $400, és a másik, amit vettünk, hol van, ez a VanEck Vectors Bitcoin ETF, ugye értettek, hogy vegyek tárcát, meg cold wallet, meg stb. Hát nem az én világom, nekem ez így sokkal jobb, hogy itt van ETF, és akkor ebből vettünk 31 darabot, megint 31-et vettünk? Na hát ezt észre se vettem, megint véletlenül pont 31 darabot vettünk, és így összesen lett 62 darab, volt már ugye ilyenünk, vettük már tavaly valamikor, és akkor ez így, hát most így nem látszik, de ez lett a másik, ami $400 lett. Ez hol is látszik? Ez itt fog látszani, az Erste ugye küldi a napi kimutatást, és akkor itt látszik, hogy iShares Core-ja 11.3-án vettem, iShares S&P 500 az ETF, kemény egy darabot 161.500-ért, itt a Coca-Cola 7 darab, 57.2, és akkor ez lett itt ugye $400, és akkor ez a VanEck Bitcoin ETN, ami 31 darab, 17,5, ez ugye euró, és akkor valahol itt látszik, mert ugye váltanom kellett, hogy $596 lett belőle, szóval 400 és $600, tehát 40-60%-ban megosztva Coca-Colát, illetve Bitcoint. És akkor nézzük meg, hogy hogyan állunk, mert mégiscsak az a lényeg. Ez az S&P 500-as ETF-ünk, ugye amire itt folyamatosan vásárolgatunk, ugye itt lehet látni a vásárlások dátumát, minden hónapban egyet megveszünk, és hát nagyon jól nem állunk vele egyébként, mert ilyen plusz pár százalékban, meg biztos van itt 1-2% osztalék is már abban az idő alatt, de ami a lényege,
idén ugye plusz 15%-ba állunk, amennyit ugye hozott a piac, és hogyha beklikkelem, hogy a mi megvásárlásunkhoz képest az S&P 500 valójában hogyan mozgott, akkor nem meglepő módon közel tökéletesen lefedi. Itt ilyen pár, szerintem 10% különbségnél nem nagyon lehet, hogy egyszer pont fölötte veszünk, egyszer alatta, egyszer fölfelé megy, egyszer lefelé megy. Ugye ez most egy elég ilyen össze-vissza piac volt így az elmúlt egy évben, úgyhogy ez elég jól lefedi. No, összességében ugye 2%-ot hoztunk, ugye tavaly, még amikor elkezdtük vásárolni, ugye utána még tovább esett le a tőzsde, és akkor onnan jöttünk vissza, összességében meg idén 14%-nál állunk, és akkor ehhez képest kell megnéznünk, ugye, hogy mit hozott a számlánk. Azt mondja, hogy idén 36%-ot hozott a mi számlánk, idén, és 14%-ot ugye az amerikai S&P 500-as tőzsde, rohadtul túltestettük, már sokszor mondtam, hogy nagy pofára esés lesz ebből, de azért ez így egyelőre nagyon szépen állunk, örülünk neki addig, amíg jól állunk, és megnéztem a múlt havi videót, akkor még csak 13%-ot, tehát 1%-a kevesebbet hozott az S&P 500, és 33%-ot a mi portfóliónk, úgyhogy amíg 1%-kal ment föl az S&P, addig mi 3%-kal mentünk föl, hát ez még jobb, de nyilván ezek itt nagyon pici százalékok, tehát ebből semmilyen messze menő következtetés nem lehet levonni, de azért jónak tűnik továbbra is a befektetési portfóliónk, tehát amíg a piac emelkedik, és a mi portfóliónk meg még annál is jobban emelkedik, az tök jó, mondom, sajnos ez lesz majd visszafelé is. Hát reméljük még odébb lesz, meg stb. Majd meglátjuk. És akkor nézzük meg, hogy múlt hónapban mit is vettünk, ugye a Volkswagen-t valami 106-107 környékén, ez egy 5 éves grafikon, hát elég csúnyán megy lefelé, $250 vagy euróról 100 euróra, hát nem szívesen lennék a helyükbe annak, aki ezt annak idején bevásárolt, és úgy gondolta, hogy az jó, de megszavaztuk, és egyébként itt vettük valahol október elején, ezen a, nem tudom, valahol itt 106-107 dolláron, végülis egyébként ez mindegy. Valahol itt vettük, mindegy, és az elmúlt hónapban azért benézett pont 100 euró alá is, de most meg visszament ugyanoda. Nyilván nem tudjuk elkapni a legalját, de egyébként ha valahol itt sikerült elkapnunk, az is nagyon közel van a legaljához, úgyhogy majd meglátjuk. Az elmúlt egy hónapban ez nem sokat változott, de mondjuk egy hónap alatt azért nem is vártuk. És a másik a Crocs, ugye a jó kis papucs, amit vettünk, 85-6 dolláron valahogy így vettük, és azt is valahol itt, ugye október 3-4, igen, itt voltunk valahol 85-6 dolláron, most meg 84, tök mindegy, hogy 1-2%-os mínuszban van, hát egyelőre az sem ment túl sokat fölfelé, hát az is megérte a poklot és a hegyet, meg mindent, mi meg itt megvettük, majd meglátjuk, mi lesz vele. Na, úgyhogy nagyon röviden, akkor kicsit visszalapozva ide, szana szétverjük a piacot, tök jók a hozamaink, köszönöm a szavazást, csak így tovább, és jelentkezek majd mindig a szavazások után, hogy éppen hogyan áll a portfólió, csak így tovább, jaj igen, mindig elfelejtem a lelkesedést, mert mások a jókat lelkesednek, hogy hú meg há, aztán közben nem is olyan jó teljesít a portfólió. Múltkor mondta valaki, hogy lehetne bennem több energia, mert hogy tök jók a hozamaink, aztán úgy néz ki, mintha fordítva lenne itt a két szín, hogy ennyivel alulhozzuk a piacot, de nem, úgyhogy köszönöm a szavazásokat, és csak így tovább. És a végén mindig hozzá kell tenni, meg az elején is, nem befektetés tanácsadás, múltkor is valaki azt mondta, hogy szerencsék volt ezekkel a részvényekkel, lehet, mondjuk sokan szavaztatok, úgyhogy ütőnik sok embernek volt szerencséje, meg hát nem egy részvényről van szó, hanem most már 10 akárhányról. Hát az, hogy szerencsénk volt-e akkor vagy sem, az döntsd el te. Én örülök neki, úgyhogy így tovább, és akkor jövő hónapban újra jelentkezem ilyen videóval. Addig egy picit elutazok, lesznek majd utazós videók, itthon jön a hideg. Úgyhogy lelépek melegebb éghajlatra. Na, sziasztok!